kellett raknunk innen, úgyhogy most van. Ennyi. Nem, nem ittam. Én ittam volna. Nem vagyok én alkoholista, mit hallod? Nem szoktunk inni. Hol a soma? Hallod, ez a narancsos, ez kurva finom. Reggel, délbe, este húzom. Úristen. Mit kap a húgy hólyagot? A beséje mit kap? Olyan mosást hallod, hogy az valami el. Ez tartja lenne az én vérnyomásomat hallod. Ugyanis semmiféle vizelet nem áll meg bennem, úgyhogy... Lassabb pelenkába kell ezt járnod. Hát... Jaj, de utána vizelsz ezt a buzi kis izéit, kis kijelzős geci. Kijelzős geci. Hát ez a kis buzi izé, Samsung Galaxy Note 3 van felbigyeztébe. Ajaj. Na akkor ám... Ja, versenyen lesz esély. Mi? Versenyen lehet, hogy lesz esély. Ne legyen már. Basz, nincsen Kína izén. Setupon. Nincs setupot? Most akartam kérni tőle. Na akkor én mondok nektek buzik. Nem, nekem ki kell lépni hozzá mindenképpen. Nem lenne rosszom. A hosszú egyenesben hátul majd ott aludhatsz. Mire végig élsz ott? Az meg tényleg geci jó hangja van ennek a Ferrari-nak. Ugye? Am. Na gyerekek, lehet gyűjteni az új vesére. Én vesz, én nézem, én látom úgy, hogy mint a szankatna az F1. Nem, mint a egy picit olyan, aha, jajajaj, hogy bebelaggolgott, pedig 60-nal jövök. De Anita nem kilométerben, hanem képkockával. 60 képkocka per másodperc sebességgel hagytam el a box utcát. Ami már itt a csigába 74-re is nőtt. Nagyon jó. Olyan, mint hogyha szaggatna a játék. Jajajaj. Bebelaggolva. Azért AMG miatt van, mert nincs a játékban. De, így vagyok már. Már a setupot King, csinálom. King Coder-ol valahol a... Amúgy lehet, hogy azért van. Oda volt. Hopp, megint volt egy kis izé. Kis Mauk Álmány. Hát igen, mert a tréner bezavarja ugye itt a többi játékot. Kapjátok be a tréneremet. Nem elég érted, hogy a Toro Rosso-ból átul a Red Bull-ból? Nem. Neki még tovább kell. És izé a Red Bull Mercedes csinál belőle. Most átrakta, azt szerintem kiért átment kérni egy Mercedes motort a Red Bull-ba. Na, már jövök kifelé. Na mennyit megy az egyenesbe ez a jóságos autó? 3.48? Nem bírok megállni a végén. Na most nekem is beszaggatott. Szaggat, bazd meg! A Steam. Steam lesz akkor. Na már jó. Ez biztos, hogy szaggat. Tudom, hogy nedves setup-pal megyek. Nincs ebben semmi probléma, mert Roli azt mondta esni fog. Úgy a szaggatgat. Nekem már nem szaggat, ne idegesítsetek már fel. Te vagy a host, baszod. Szerintem ez azért van, mert AMG-nek leesett körülbelül 5 megára a nete. Aló, fasz. De hát akkor nem beszélnénk itt, hát azért mondom. Nem, ez tudja, hogy valami Steam-es hülyeség lesz. Én nekem azért... Mert a játékban 80 FPS van, tehát azért mondom, hogy kizártnak tartom, hogy a játék szaggatna valamit. A vinyom az nem tölt, látom, hogy nem világít a lámpa, abszolút. Még csak azt se érzi, hogy valami dolgozik a háttérben. Az igen. Jól levágtam a kanyamat. 1.38, 4.70, Durmo Zovie átvette ezen a vezetés. Zovie. Zofi, te balfasz. Mi? Zofi. F-el kell mint a, mondani. Mint a cigaretta? Igen. Úgy, mint a Sofit, igen. Csak ez Zofi.
Ez német márka amúgy? Nem, igen. Akkor viszem magammal a bóját, gyerekek. C-vel kell mondani, Cofi. C-vel. A német. Vagy te Cofi. Több mint két másodperccel mentem rosszabb időt Durminál. Úgy, hogy ráadásul én szuper lágyon vagyok szerintem. Én meg lágyon. Azért mondom, az egyen nagyobb keverék. Tudod, miért látom, hogy szaggat a játék? Mert az idő, a plusz-minusz úgy ugrál, hogy 90-35, 90-35, 90-35. És folyamatosan nyomom a gázt. Valamit mondhatom, az előbb 179 ezredben voltam, most még már több mint fél másodpercben, tehát... Ilyen mikrolaggok vannak, vagy én nem tudom. De biztos, tehát 100%-ig biztosok lehetnék benne, hogy AMG csalásra zavarta meg itt a dolgokat, tehát... Tényleg lealtaboztam amúgy, az volt a gond akkor? Szerintem az gáz. Hát nekem még most is fullra szaggat a játék. Nekem már most úgy nem. Annyira nem vészes. Néha csinálja csak. De most ebben a körben nem csinálta. Altapozok egyet, hát jó. De biztos lehet benne, hogy megöllek, hogy pont mikor gyors kör. Azonnali hatállyal kivégezlek. Valami nagyon szaggat. Az aj. Valaki nézze már meg azt az oldalt, ami... Meg lehet nézni, hogy a Steam buziskodik, vagy nem. Emlékeztek arra az oldalra? Nem. Meg lehet nézni valahol, hogy a Steammel van-e valami gyík, vagy nincs. Durmi ezt a kört? Tényleg, hogy Gyurek szemmente hallod. Megyek egy izét is. Fellágyat. Ne menjél már! Ne menjél már! Jövőre nem lesz fehér a Ferrariban, csak a piros. No. Végre rájöttek, hogy nem kéne spórolni azzal a rohadt festékkel. Na most már vagy nem csak, fog szaggatni. Vagy csak valamelyik marha megnézett egy 10 évvel ezelőtti felvételt, és azt mondta, hogy ez jó. Jó van akkor. Na most már nem érzem annyira a szaggatást. Három kör alatt 55%-os az első gumi. Nem 39. Hát, szerintem kár volt a Red Bullba jönnöd. Ez nem a Red Bull miatt van neki. Nem? Figyeljetek már, az aik azok milyen erőségen vannak. Nem Master. Masterem? Aha. Azt hiszem Master. Rohadjatok meg, én is kialtabozok. Hát megdöglök a bokból. Nekem már nem szaggat. Hogy kell? Altabb? Igen. Fejezd már be ezt. Jó. Lejövök izéről, lehet le kell jönni Steam-on. Lejöttetek már? Nem. Én nem szoktam lejönni. Én most lejövök. Kész. Okay. Jövök vissza. Na. De Bottas a kurva anyádat! Hagyjad már a csapattársamat békén. Majdnem telibe vertem, geci! Na. Engedje! Engedd elrogattó! 37 ejtett ki a kocka, az még belefér. Az egy másodperc. Engedj el, Bottas! Azt mondtam, engedj el! Hova rohansz? Mondtam, hogy elenged. Minek rohansz? Ha rohansz nagyon, küldünk vissza fel a izébe. Hova? Ennyi, ott vitézkedjé. Nem, csak itt már nincs előttem senki. Bottas meg azért... Csak Bottas. Bottas csak Bottas, mi?
Hát ott van mögött a kis leendő csapatod a ház, úgyhogy úgy menjünk. Postás. Leendő csapatod a ház. Ennyi. Megnézem az időjárást. Hát nézhetem, de hát... Üt a nap hét ágra, de hát nem történik. Nehogy szomorú légy. Lehetne százszor is rosszabb. Felhő, felhő, felhő. Aha, a racingben ott van az eső. AMG szerintem két kézzel fogja kibaszni a kontrollert. Utána a felhő, meg én egy kicsit ilyen. Jó van az. Jó lesz az. Esőről indulunk. Oké. Okay. Én miért vagyok 1,3-mal lemaradva? Az eső setup? Ezt neked? Ez tényleg az amúgy? Az wet setup. Elég keményen. Eljössz még egy költ, Roli? Nem. Mike szerintem dolgozik, igaz? Igen. Hello, Lassi! Hol vagyunk most? Mi ez? Ja, kín. Látok egy setupot. Monza, Kanada, Monza, Suzuka... 22%-os a gumim, két kör alatt. Vagyis egy, meg most volt egy felvezető, egy gyors kör, meg most a levezető. Akkor három. Van. Az szép. Na, ott a kínai setup. Jó, csak levadáztam. Az szép lesz. Szavaz déli. Kicsit másképp lesz így. Sajnálom, Jimmy. Most váltunk meg egymástól. Mit csináltál vele? Elköszöntél tőle. Igen. Hát ez a baja a túl sok nagy mezőnynek. Nekem ugyanúgy vannak ilyen mikrolapok. Nem a mezőnnyel van baj, hanem az, hogy egyes emberek... tehát odaadod a, tudod, a kis ujjadat nyújtod, és akkor az egész karja kell, tudod. Mert most ki akarta leszedni a kezed? Nem értem. Nem, tehát az a oda nyújtom a kezem, tehát hogy visszajelölöm Steamen meg Facebookon, azt, hogy igen? Akarja... szedni az egész kezemet, hogy live alatt ír, meg hajnal fél háromkor írosgat Facebookon. Ja, itt igen, az... Tehát az ilyeneket nem tudom sajnálni, törlöm. Hát most nem tudok neki mit csinálni, megadtam az esélyt, tessék. Most így járt. Úristen, milyen laggok vannak. De ez miért van? Nem tudom. Toljál már AMG-nek, hogy a izét... Kecske pornó letöltést, szóval sajnokoljon már. 4-4-re.
Hogy állítsam én 4-4-re, mikor 8-7-en elég jó? Nekem 4-3-on van most a szár. Jézus! De ez a hasmagasságot mondja, az melyik? Az a suspensio. Suspension. És melyik? Ahol lehet 4-et állítani. 5-öt lehet állítani. Ja, a suspension geometri? Hát, annak kell lenni, nem? Nem tudom, melyik Dávid az. Hát a B Dávid. Én azt vár... Na, te büdös csicska. Azt mondod, nem tudod, melyik Dávid. Nem azt. Nem tudom. Hány Dávid van nála? Tudsz te egyáltalán valami? Mindenre azt mondod, nem tudod. Nem tudod. Mit tudsz? Nem. A hasmagasságot nem tudom, hogy melyik. Azért mondom, hogy 8-7 kell nekem. Szerintem az az, ahány centire van a lábattól a hason. Az a has magasság. Ügyes vagy, Leo. Érdemelsz egy tapsot. Egyebet nem mondhatok. Igen. User in your channel timed out. Ne éges már ki. Ezt nem hiszem elget. Nem az, nem a Windows 10-el van a probléma, mert én mondtam, hogy nem a Windows 10-el van a probléma. Ezt nem hiszem elget. Na, megvan. Van már magyarítás, töltsd le. Ja, megkérdezem, mi a helyzet Leo barátunkkal. Na, mi a helyzet? Ez szokásos. Az nem a Windows 10 akkor? Hát most jelenleg úgy szimplán lefagyott minden. Megmeredt a kép, semmit nem lehetett nyomni, csak reset gomb. Úristen, ez az RAM, bazd meg. Az RAM lesz. Gyerekek, higgyétek el, hogy ez tápegység lesz. Vagy a táp. Biztos, hogy tápegység lesz. Én szerintem is táp. De most az összes vinyó benne van, mert kell. Hát most... De azért csak beletolt az összes vinyót. Lehet, hogy benne van az összes vinyó. De ne vicceljetek már, hát nem lehet itt vinyó nélkül. A 3 ter alatt nincs élet. Nem. Termálték van, igaz? Uh-huh. Így van. Termálték fejűsködés. Úgy bizony. Hát... Már most visszajött a Windows, meg beiktődött, meg minden, tehát most... Ilyen szempontból is majd, mert most már gyorsan visszajön. De nekem a tápegységem nem fogja bírni ezt a történetet, és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ezt a kis... Vegyél egy olyat, mint ami nekem van, a 630-es. Igen, nézek is szerintem. Igen, nézek is szerintem valamit. Kérdezd már meg, halasztuk-e ez akkor ezt a hármas kóp? Nem. Elhalasztuk, vagy mi legyen? Na, jövök én vissza, hát nincs ebből semmi. Hát még szabad edzés megy, ugye? Ah, persze. Hát figyelj, most izé, ha kidöglik megint, akkor hanyagolom történetet akkor addig. Nem féleképpen, de teljes mértékben nyugodt vagyok, tehát nincsen.
semmi probléma, mert szinte biztos vagyok benne, hogy ez távegység lesz. Elhiszem, hogy a négy meghajt, vagy a négy nincs. De egyébként igaz, az is igaz, hogy tápnál újraindul a gép, nem lefagy. Szerintem ez rom lesz, vagy rom lesz. Igen, az újraindítani szokott, igen. Kattan egyet, újraindul minden, aztán... Akkor viszont lehet, hogy rom. De nem sípol. De nem sípol, mert a ramnál meg sípolnia kéne, igaz? Hát... A végén az vagy legalábbis sípolni. Amikor a tesztet lefuttatod, akkor kidobja, hogy figyelj már, hát itt baj van. Tehát, hogy az nem teljesen több. Én minden egyesével végignéztem, mindegyik 4096 megabyte volt, tehát lefutott szépen a négy darab. Gyaromra én nem gyanakodnék. Nem tudom. Igen, a ram sípol és kék halál. Na, igen, én is hát valahogy így tudtam. Se kék halál nincsen, se sípolás, se kék halál nincsen. Tudod mi a baja? Egy kontroll a cipőtal. 47-es verzióval, igen. Jó 47-es. Mindenféleképpen ajánlanék ez a művelet sorhoz. Az újakat azt írja B. Dávid, hogy ki kéne venni az új ramokat. Mind a négy új. Melyiket vegyem ki? Mind a négy új? Igen. A négy vadi újtot egyszer előtt a négy cserélve. Nem tudom, baszki. Az a baj, hogy... Ez most az a gond, ez a gond. Figyelj, ezzel most az a gond, hogyha most veszel 20K-ért egy tápot, kicserél a tápot és ugyanezt csinálja, biztos, hogy ketté férjed a hoblokoddal az egész gépet. Azért nem, mert akkor már tudom, hogy a tápom az oké, és az újhoz meg amúgy is kell, mert az 500-as az lófasz lesz neki. Érti a kis lelki világa? Uh-huh. Az én lelki világom érzi. Mert már most jöhetnél, mert kezdek fázni, mert nem mozgok. Ja. User joined your channel. Úristen. Na akkor, hol hagytuk abba? Igen. Tehát. De hogyha ugyanezt fogja csinálni, akkor, akkor az RAM lesz. Ha már meg lesz a táp. Mondjátok? Uh-huh. Hát figyelj, én már kivettem a leszabályzót a fejembe, úgyhogy jöhet bármi. Tehát már most nem túl érdekelni. Tegnap egy kicsit túlköröttem rajta, és mondom, 3 órakor is még itt toporogtam a... Micsoda? A Ida vál terhelt be 100%-ra a gépet, ha táphiba, akkor előjön. Aida. Aha, Aida 64-nek hívják, így van. Még nem tettem meg, de megvan maga a program. Tényleg ezt a stressz ezért még ezt nem próbáltam ki rajta. Az egy nem rossz ötlet. Mindenféleképpen. Nyomtató sorsára fogjuk a gép is. Előbb-utóbb. Nem, azért annyira nem. Nem, hát akkor annyi, hogy nem lesz live vele. Ebbet nem tudunk kiártani. De azt bírom, hogy tehát ha nem live megy, meg nincs felvétel, gyönyörűen hasít, nincs vele semmi. Hát de az előbb miért bírta ki az Ausztrál nagy díjat akkor? Fogalmam sincs, nem tudom. Erre a kérdésre jelen pillanatban nem tudok válaszolni, kedves Ács. Egyszerűen elhatárolódok ettől a kérdéstől, nem tudom. Nem tudom. Ugyan a hőfoka a szobának ugyanannyi, mint akkor. De több se. Jelen pillanatban fogalmam sincs, hogy miért nem jövök fel közben Imre. Még egyébként megy a szabad edzés? Megy, még van 5 perc. Kolkaida! Mennyi ramod volt a update előtt? 8. Igen, 20K-ért már olyat veszel, mint az enyém, és az bőven elég az új üzékre is, hogyha veszel. Tehát az enyém is 20 volt.
A30-as termáték. Gold, vagy bronz, gold, vagy bronz, bronz, az a, azt hiszem bronz. Ez a Chief Tech márka, ez nem jó? Az nem, az dob ki a gecibe. Azt nem szabad, jó. Nem, nincsen olyanom, csak kérdeztem. Termáték, vagy... Corsair, nem? Corsair, vagy FSP? Corsair, aha. Gyere, próbálj meg csatlakozni közbe. Azt mondja, hogy... Hát most se tudom, hogy nézem én. Cooler Master 36 ezerért van, oké. Leo, 3 perc van az edzésből, gyere. Ja, megyek, igen, majd utána átnézem ezeket. Néztem közben, itt van Zalman is. Az is 20 ezer, mondjuk teljesen az is 20 ezer. Igazából. Tudok ezzel mit kezdeni. Hát bazd meg, nem hiszem, hogy másodegy is. Ja, csak hogy zárójelben mondom, 2, ismétlem, 2 soma van és vége, tehát ennyi. Még van egy... 40 liter! Hát elfogyott, mondjuk így, igen. Megforroltuk az anyagba, és úgy, hogy nem is fürödtem benne, tehát úgy fogyott el. Mennyit szeretnél, mennyit rendeljek? Már teljesen beszél. Igen, ott vagyok. Közben megjött Áder János, mert most, igen? most... Van egy ilyen ismerősöm, és azok a fényben. Nézem, hogy megy konter. Nekem is, közben megjött Áder János. Isten, de betegek vagytok. Figyelj már! Füle Gábornak szeretném megköszönni az új géphez való adományt. Kaptál adományt? 500 forintot, nagyon aranyosan. Egyen meg a drága pici kis arcodat, kezedet, szádat, szemedet, füledet, minden. Hozzájárultál a következő tápegység vételéhez ezzel. Na, itt vagyok közben. Csak, azt mondta B. Dávid. Igen. Hogy mivel gondolom megvan a régi 8 gigaramod. Nincs, hát azon már túladtam. Eladtad. El, mint a rák. Akkor semmi. Mindenféleképpen így van, szeretnék visszaülni ebbe az autóba, így itt is vagyok. Nézzétek már ki az első, Carlos Sainz az első, 42 másodperces körrel. Hadd nézem meg gyorsan. Úgy van, hát gyorsan körbeért, viszont egyik se olyan gyors, mint... Például a Dulcoé, tehát... 42! 56 másodpercet kaptam tőle. Mert ő az első, másik szektorban mérhetetlen időt ment, tehát valószínűleg valami féregjukon keresztül ment, hogy egyből a harmadik szektorra teleportáltam. Ki megnézem, hogy ki van-e a pályában, ezt gyorsan felért csak meg. F1-jel nézzük már meg, hogy milyen kört megy. Nem tudom, hogy meg fogja vajon dönteni magát. Úgy gyerekek, szaggat, igen, hát látom én is, hogy van benne szaggatás. Mi a geci nem működik? Nem működik. Basszátok meg. Mi nem működik? Csendőr küldött 250 forintot. Na. Szép estét, egy nagyon nagy kis adomány. Egyen meg, de nem működött az izéja. A stream tip. Jóska gyerek, nekem sem működik. Tehát azért mondom, hogy tegnap mikor mondtátok, én is most is csak pont oda néztem, azért láttam. Az meg, de miért nem működik? A faszom ki van, hogy ezzel mindig van valami baj. Mindig van valami szar. Közben lejárt az Edis Carlos Sainz megnyerte. Köszönöm szépen, Söndör.
55 másodperc elment rosszabbat, mint Sainz, és így tám, így a többiek. Zárójelben megjegyzem, hogy Sainz Toro Rosso-val van, ahonnan AMG eljött. Tehát valami kis susmus lehet a háttérben. Valamit tudtunk mi, hogy AMG szerintem nem jól aktiválta be azt a tréner, viszont ezek szerint nagyon jól aktiválta. Még a Toro Rosso-ra volt beállítva, tudom. Pascal Wehrlein nem ment időt. Igen, igen. Hát ő nem szokott időt menni ilyenkor. Hogy ennyi, azért még egy részdirektort nézünk. Sainz azt írják, hogy hát AMG. Öt motort használ. El egy évad alatt. Mivel AMG-nek van egy corner cutting-ja, meg egy pálya elhagyása, nagyban hozzájárulhatott el a kis sikeréhez. De hagyjuk most ezt így el, akkor jó van. Hát ha így fog menni Sainz, világbajnok. Idén biztos, hogy világbajnok lesz. Érdekes, hogy tényleg nem akar észhez térni ez a stream tip nevezetű ne, történet. Nem tudom, hogy mi a fasz van vele, bazd meg. De már most kezd kiégetni. Folyamatosan szarakodni kell itt vele, geci. Azt mondja, hogy mi volt az üzenet? Vegyél tápot vagy ramot, csak 10, vagy 10-80-at csak legyen jó. Na, köszönöm szépen, akkor így most már bebírtam olvasni. Be kellett lépni újra az oldalra. És... Melyikre? Kellett. Azért az printipesre. De hát most majd mindig ki kell lépni, meg frissíteni? Tehát most hogy fog ez így menni? Nem kéne. Hú, valami nagyon tudom. Nagy gond van, mert Ricardo ide teleportált elég. Jajajajajaj, kezdődnek a dolgok. Akkor abból megint 56 másodperces kör lesz. Ugye teleportált elég. Meg is nézem Ricardo, itt van gyorsan. Gyorsba. Két Red Bull megy itten, első nagy csigába, AMG helyezkedik mellette a belső íven, aztán ez is megy, de aztán droppol mégsem, mert Ricardo azt mondja, hogy hát most már úgy ledroppolt Ricardo, hogy inkább megállt az út kellős közepén, mert majdnem rárántottad. Nagyon aranyosan és kedvesen. Nézzük. Ja, hogy ez már a Q1. Oké. Okay. Hát gyakorlatilag kijött mindenki. Elméletileg most működnie kéne. Ki droppol ez a Steam? Kipróbálom. Én voltam, írja Gábor Gyüre, így van, te voltam. Roma Mama Juice. Hát ez a legjobb, ez Made by Rolly. Illetve nem ő csinálta, ő csak a futár volt. Működik! Ennyi. Jó, működik. Na, erre voltam kíváncsi, most már működik ez a szar. Aida és Hard Disk Sentinel. Az a Hard Disk Sentinel, tényleg a Vinyó is csinálhat hülyeségeket? De hogyne? Hát hogyne? Hát persze. Mert már csak azért is kérdezem, mert amikor a Windows-t újra telepítettem, fenn voltak a driverek, vagy minden, és tudjátok, akkor mikor fenn vannak a driverek, újraindítást újraindítottam, és úgy jött be, hogy ő a D meghajtót az egyik 1 terás milliónál kijött ilyen visszaszámláló, hogy ő átnézi a fájloknak a konzisztensét, vagy nem tudom, hogy valami hülyeség. Csomó hát ilyen indexbejegyzés, meg ilyen szarsa. Most azzal az a baj, hogy ugye az 1 terás, azon van a komplet Steam, Origin, Uplay, minden lószar. Az korrekt. És ha mondjuk netán arra kerül a sor, hogy újra kéne formázni esetleg azt a Winchester, megérek már rá. Az én internet szolgáltatom, mint tudjátok, 300 GB-nál kihúzza a dugót és azt mondja, hogy... Majd hát, figyelj csak! Átjössz hozzánk, azt akkor megcsináljuk nálam. Ja, hogy akkor... Itt hagyod a vinyót, bekapcsolva vagyom a gépet, azt leszed minden. 2 este alatt. Mert
Nehogy már azért kurd el a 300 gigárat, mert újra kell tenned valamit, érted azt a játékokat, meg... Ha majd megcsináljuk az izére, berakjuk az én gépembe, azt akkor feltelepítjük arról. Így van, igazából pont emiatt félek, mert ugye ez a 300 giga nem annyira sok, hopp, a gyönyörű kis Harian tócskot megperdülgetett AMG előtt. Nem, az Verline. Vagy az Verline? Verline, neki igen. Neki ment rozsom. Igen, és csak azért is féltem volna, mert eleve a BF1, a Star Wars Battlefront, meg a GTA 5, ha ezt a 3-at lehúzom, szerintem úgy lassacskán majdnem el is búcsúzhatok annak a 300 gigának. Tehát azért mondom, hogy azon kívül meg még van 47 játék, amit még le kéne tölteni. Nem lenne túl egészséges ez a hónap. Lehet rám küldenék az izét, hogy mi ez a nagy gigabyte-os lerántás, hogy 1000 giga is kevés lenne. Tehát ők nincsenek tisztában ezekkel a játékoknak a méretével. Ők még lehet az abban érnek, hogy van a Duke Nukem, az két kis tenesz. Úristen. Nem tudják, hogy ez a CD és meg DVD-re írmánk ezt a játékot című korszak 2008-ban ez véget ért. Már nem a CD-re, de GTA 5-öt egy hónapig hajtom kifele, ha kiveszem a dobozából. Kiveszed, kinyitod, nyitod, már a nagyszobába jár, nyitod, annyi lesz volt benne, tehát... Borzasztó. Ilyen a nagyszobába jársz. A BF1 is ilyen, csak... A BF1-ben hány lemez van? Ott is 5 vagy 6, csak ott egymásra van rakva. Hát az gyönyörűen jót tesz neki biztos. Levettem 4-nél. Az gyönyörűen jót tesz neki. Egyébként tápot, romot meg egy 1080-at, ha vennénk, és akkor is beokáldana, szerinted mit kapnék a stroke-on kívül? Az vinyó lesz akkor, Leo, szerintem. Már beszéltük a romot, beszéltük a tápot, most a legújabb fejlemény már most vinyó. Igen. Ezért volt mondom, hogy itt, sajnos gépet kell cserélni már most lassan. Nem úgy, hogy most csak veszek bele RAM-ot, meg mondjuk kicserélem a procit. Itt sajnos már most ugye az a probléma áll fent, hogy sajnos fejleszteni kell és ki kell cserélni. Tehát cserélni kell a gépbe a cuccokat. AMG Ricardo rád vár. Szólja már a fiúknak, hogy na. Vagy azért csipkedjék már magukat. Én még nem is voltam ki, megnéztek itt biteget közben. Hát mert engem néztél végig. Hát persze. Igen, a Star Wars-ban egymáson néz. Mi ez? Fordulj már nem a kurvára! Na nem fordul a Ferrari? Vagy mi a probléma vele? A csupa füves a kerék. Hát nem egy erős első szektor. A leges legjobb ebbe az egész live-ba, ahogy nézem Durmót a Ferrari-ba, és Hamilton fényképe van kirakva. Tehát ez olyan szinten überel, hogy ez valami hihetetlen. Nekem jó a fénykép. Neked jó a fénykép. Akkor jól van. Megnézem, hogy másnál is csinálja, mert nem tűnt még fel eddig. Ja, hogy nekem az összes pilótán a Hamilton, ja nem, ez Hamilton, ez tényleg Hamilton, tehát két Hamilton van itt, igen. Oké. Verline az Verline, igen, Marcus Eris szakál. Magnus, igen, ott látom, hogy több is timmel, valamiért aha, most meg Durmo Zovi, az Harianto fényképe, gyönyörű. Minden egyes hajtásnál más van. Lehet mindig kírja azt az embert, aki ki van adva a parancsnak, hogy neki kell menni, nem? Vagy ki kell ütni. Elhajtok, visszamegyek, most megint az életé Hamilton. Várjál? Ja nem, annak a fényképét rakja be, akit utoljára néztem. Én mielőtt rád kattintok, mert Harianto volt itt, tovább mentem. Aha, jó, oké. Hát ez egy gratulációt érdemlő történet. Na viszont ideje lenne kimenni. Lehet. Nem lesz időd. Most azon is élek, hogy én ezt a setupot ki se tudtam próbálni, mert ekkor fagyott ki. Hogyha én ezzel megyek ki, az
Az nekem jó lesz vajon? Jó, hát. Hát figyelj, na mi bajom lehet. Na megkorom nézik Carlos Sainznak a mért idejét. Lehet nem rosszabb vele, amely nézed. Tényleg. Úgy droppol, mint az állat. 36 másodperces kör fog menni. Hány éves az a vinyó? Hát várjál. Vagy 3. Ja. Mert azt sose töröltem, mióta megvettem, egyszer ugye gyönyörűen leformáztam. És az azóta csak a játékoknak van szentelve az a Winchester, azon más nincs. Fekete Fold? Uh-huh. Tudom már, hogy mi. Weather Report. Van nem lesz a Fekete Fold. Elég nagy az esélye gyerekek arra, hogy itt hamarosan megkapjuk az égi állást. Mit szóltok ehhez a következtetéshez? Kérdezi a mérnök, halkan. Miért vagyok én? Ja jó, oké, mondom, miért vagyok 18? Úgy okádjál bele egyenesen a fülkagylomba, hogy eltömítse az összes hallójára. Úgy, így, pontosan így. Jó. Nagyon jó, már most nem hallok a bal. Neked most massza képe van kirakva, Leo, de a saját sisakodban vagy. Ja? Nekem meg massza sisakja van a fejemen. Úgy megyek. Hát figyelj. Jó van ez. Nem probléma. Jó ez. Legfeljebb annyit tehetünk, hogy ha kilépünk a Q1 után, és AMG meghív újra, akkor Q2-be tudjuk folytatni a történetet, és szerintem akkor már ezek a történetek lehet javítva lesznek már. Melyik? Hát úgy mindenféle, minden. Tehát a Science-féle 50 másodperc, meg ezek a sisak, meg fényképek, meg ezek úgy alá cuzán be az egész át. Oké. Okay. Azt mondja Vatkan, itt az útra lágy, kb. 3 kanyar bírna. Hát ja. Ja, nagyon úgy néz ki egyébként, tényleg. Na? AMG, illetve a SQ-ját, igen. Igen, megérkeztünk Gyöngyös patára. Már annyi az idő. Nagyon könnyen elszaladott az időjárás. Igen, lehet a bekötés miatt van. Gyöngyös patek. Ó, milyen DRS-t adták miatt? Hát nagyszerű. 3.50, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na, tudjak megállni. 57-tel, te vagy az első leggyorsabb. Hát itt akkora DRS-t adott miatt, hogy szétszakadt a kaszni körülöttem. Csak úgy hulltak lefel az alkatrészek. Mint amikor a gravitációból jön befele a jánya, ez egy űrállomással. Úgy szakadt rólam lefele minden, ahogy jöttem. Na, hát ez már így P2, látod? Így már P2. Nem is megyek ki. Szerintem az első 16-ban benne leszünk, bár ha lesz akkor az eső, lehet, hogy vizes munkban jobban az zaj, nem tudom. Tudnak itt csodát Jézus, történni. Jézus, két tizenet hozott a izéget. Azon, hogy kapott egy izéget. Én erre mi lehet van itt, nem megyek erre. Semmi, ugyanaz, akkor jó. Meg véget is, most már shoulder volt, nem volt. Ha ott már shoulder lett volna. Ja nem, ott volt egy visszakanyarodó. Na mi legyen, mehetünk? Igen, jövök befele. Akkor... Reset only. Imán boxba vagytok? Igen. Persze. Szerintetek nem lesz ebből probléma? Hát a tán csak nem. Ja, miért lenne? Ja, és akkor most kilépünk? Én léptem.
De úgy mondom, hogy akkor Q1, és akkor AMG újra meghív minket. És mert az is. Mert nehogy az legyen már belőle aztán, hogy nem lesz jó, itt valami leszakadt felfüggesztés darab. Pont itt vagy az egyenesbe, pont akkor ásítottam. Hogy kacsálnik a Red Bull előtte? Pazmán oda valamelyik. Hű, akkor nem mehetek a Q2-be. Ja, tényleg. Hát nem rakják össze. Nincs olyan szerelő gárda, aki ezt 3 perc 49 másodperc alatt összeraknál hal. Jaj, nem telt még itt aszfaltra, látom még mit. Rohadjon meg, hát nem hiszem. Na! Azt mondja, Christopher. Christopher, az mekkora lenne, ha esőben menne 142 másodperc. Átcsúszna a világot. Na, és akkor most ezt képelünk? Nem, most retire. Megvan. Az igen, ötödik lettem. Ó, Vettel. Egy 37. User in your channel timed out. Ja, Leo! Azt a kurva eget, Geszi. Azt a kurva eget. Várjál, ne nyomjál enter még. Ne nyomjál. Nem nyomok, én nem nyomok. Ez így nem fog menni, Roli. Hát ez nem. Vagy csak lépjünk ki a menübe simán? Ha, és akkor elmenti ezt itt. Exit-tel? Ha. Jó, lépjünk. Ugye, lép szerzonos csáoszt, innen menti el, tehát a Q2-be megyünk tovább. Hívjanak meg megint? Szerintem nem fogja erőltetni ezt Leo tovább. Akkor hagyjuk. Befelé. Szerintem ez off. Hát próbáljunk meg, hát ha megy nála a BF. Megcsörgessem megint? Ja, majd visszajön TS-re. Anyagoljam. Ne érdekesítsed még jobban. Jó, hát én kilépek akkor. Aztán ha lesz valami lesz, akkor majd indítom a felvételt. Na akkor... Máté! Máté, azt mondja, ennyiért ide baszni magam elé a kormányt, felfoghatatlan érzés. Na, ma van kalibrálva. Hát most igen, egy pár embert megszopattál ezzel. Miért is? Hát... Nem, mit csináltam? Hát amíg te oda voltál, Roli indított egy live-ot a nézőkkel. Te normális vagy. Hát három, mondtam, hogy 3 percet jött. Hát ez hülye. Már voltunk majdnem 10. Meg azt mondta, hogy time triálozni fog. Na jó. Alaplapon be fog halni? Hát lehet. Gyerekek, ezt a gépet szerintem egy az egyben viszem a temetőbe, azt ásom el majd. Mert ennek semmi nem menthető. Se vincsetes, se RAM, se alaplap, se táp. Hát van egyedül a ház, még az is új, hát. Majd maradjunk már lejjebb, mert ezek... Na. De hova mész? Hát... Kökölcsén utca 6 szám alá. Jó, már akkor. Budai nagyon tanulca úszóval. Így van. Nézd, mit csinál, külön pályán kell jönnöm. Hát, bazag, nekem vágták, hál' Istennek ide ezt a részt. Jó, nagyon elvettről. Egy másik pálya így. Egy nem tudok vezetni, te hová? Ha megnézem full gázon, izé, büntete érte, vagy nem.
Amúgy jó nagyot lehet egyébként csappantani rajta. Hát de a végén a féktáv az nagyon húzó. Igen, mert kicsit izé éles az a kanyar. 90 fokos tesó. Az 90 fokos. Hát de ennek a vége is az. Azért mondom, hogy majd megnézzük. Szép lassan, nem hajt senki minket. Hát te büdös csicska! Mi van? Na jó, van a gyászélárnyékot, nekem úgy is jó. Milyen szélárnyék? Nem, már úgy sem leszek, mire te szélárnyékhoz. Te csicska vagy! Megállt a sustás, meg egy... Véletlenül benyomódott a fékpedál. Te utálom ezt a kanyart. Legjobb. Remélem a számítógépen most már hagy játszani. Nézzük ezt az utat erre. Ez tényleg, ott van még egy törés benne. Hú, az úgy tényleg nem az igazi. Mi kell még ismerni, hogy az hogy van. Mentem volna egy egyperces kört, egyből néztetek volna. Mondjuk annyit nem lehet ott nyerni. Mennyit mentünk itt a Q1-be? 37. 7-4-et mentem én. Hát mint most. Akkor. Milyen gumi? Ja, izé, soft, látom. Igen, töltök le majd egy jobb vinyót is. Egy nagyobbat. Letöltök egy 20 terrásat. Egy 51, 179, nem is rossz. Hat és fél másodperccel gyorsabb kört megyek, mint én. Már 7. Milyen kör lesz ez. 1.30-as. Nem, azt. Jóktól értem durmit, bazd meg olyan szizé hangsebességgel jövök meg. Már 12 másodperccel vagyok jó. Úgy is van. Mi ez a 38-as kör idő? Azt hittem azért valamennyivel jobb lesz. Benzin is fogyott pedig. Leo, hanyadik lett ma Ausztriába? Vagy Ausztráliába? Hát, szerintem kérdezd meg, itt ül mellettem. 22. lettem. Nem lettél 22. Te? Oda rangsorolt. Nem, 20. Bocsánat, 20. lettem.
20. lettem, mert Ricardo lett a 22. És sajnos Grosjean lett a 21. mert az ő motorja az első, nem a második kör után feladta a szolgálatot. Tehát. Roli. Na. Ezredre azonos középső szektort mentünk. Ezredre azonost. Jézus, látom! 29.275. Még itt nagyon elkúrtam. Pont ott a vége. Azért jó szemetek vagytok, hogy én itt sínlődök ebbe a pohos szar Williamsbe, meg Red Bull, meg Ferrariba izéltek. Veritek magatokat. Hát nem szerintem amúgy úgy kellett volna csinálni, hogy én kapom a Red Bull, te a Ferrarit és Roli a Williamset. Így kellett volna csinálni. Én ezzel a posvánnyal, én örülök, hogyha az első ödbe benne leszek mindig. Mert engem Rosberg, meg Hamilton biztos, hogy ütni fog mindig. 100%. Itt puhadok elért a kis postásba. Miért nem jöttem be a boxba? Miért megyek még egy kör? Hát elpofázom az időt. Óhá. Ráadásul ez a versenygumi most bazd meg. Már hány század? Már 13%-os, még megyem a körök egy feleslésre. Azonnali hatája a ripályért nyomok most. Ne arra vigyettök meg rám. Nem vagyok hajlandó még egy kört menni itt, úgyhogy majd a gép körbe megy, ha akar. Nem inkább félrehúzódik is. Megnézi a Fly Emirates Today Tomorrow nevű táblát. Jól van. Is retirezünk? Hát ki fog esni, Leo? Benne van a pakliban, nagyon könnyen benne van. Vállalom ezt a fajta kockázatot, hogy meglátjuk. Így is örülök, hogy megy eddig a játék. Lehet, hogy tényleg valamelyik rom beokádik. 7. helyre kvalifikáltam magam, és titeket is elkapott a Lewis Hamilton és Nico Rosberg féle gyorsított hullám. De látom, hogy a kis kedvenc csapattársam is előttetett végzett, úgyhogy nincsen. Mi az problém. Az 1.36.6? Az kamu? Nem, azt úgy hívják, hogy Lewis Hamilton ideje. Már a gecibe hell. Super lágyon ment. Tud menni olyat. Lehet, hogy mi nem láttuk volna egyébként, ha végigüljük, de... Dehogy láttuk volna. De most ott volt. Nem mindegy, hát Q3. De ez most az a baj ezzel, hogy most ki hova kéne ülnie. Ez az a probléma ezzel, hogy amikor elkezdtük, akkor nem voltam ilyen formában. Inkább azt mondom. Igen. Már most lassan nekem kéne gyengébb autóba ülni. Ezért mondjuk neked, hogy a Manor az neked tökéletesen megfelelő választás. Manor a faszod. Nem hisz nekem, még meg nem hallja egyszer a hátam mögött duruzsolni ezt a Mercedes motort. Ahhoz a végtelenül gyenge kasznihoz képest, hogy abból mit lehet neki hozni. Na. Nagyon jó. Gondolom ti már ki is jöttetek. Én most jövök ki. Nem akar esni ez a frányi eső, úgy látom. Ne is essen. Ez csak holnapra fog ide érni a futamra. Fölraktam a közepes keveréket és kijöttem. Megnézzük akkor. Ennyi volt, köszönjük szépen. Mi van? Kifagyott? Várjál már most. Mi kifagyott, van? De... Ki? Kifagyott, de... A képernyő illesztő nem válaszol, és utána helyreállt az Nvidia,
Videokártyád van, te buzi. Kernel, mód, driver, és most ugrál a kép fel, videokártya alá, bajod van. Videokártya bajod van. Akkor viszont az a baj. Csak most nem dobod ki. Nem. Engem is azért baszott ki a BF alap kétszer. Na most viszont... User in your channel timed out. Hát, bazd meg. Szerintem hanyagolós. A futamot majd lenyomjuk valamikor. Maradjunk ennyibe szerintem. Mert ennek itt semmi értelme. Hát nem sok. Meg így az egész gépét elkúrja. Egyébként. Csak úgy hozzáteszem. Idő után megfogja az alaplap is. Azt mondja, hogy figyelj csak testvér, akkor szavasz. Elfüstöl az egész a faszba. Elköszön végleg. Vagy esetleg a kártya. Valamiért az utolsó kanyart nem bírom bevenni, geci. Be tudtam, bazd meg. Legalább egy időt menjen már, bazd meg, annyira fel tudjon jönni. Ja. Utána kapcsolja ki a gépet, a geciben az hagyja. Leo már le is nyomta a streamet. User joined your channel. Na csá. No, legalább egy időt menjél le. Utána Nekem az a tizedik hely. Azt beszéltük, hogy a futamot nem nyomjuk le. Hát ez egyértelmű, tehát ez... Nem, ezt ne, ilyet nem, ne bohózkodjunk. Nem, tehát ez... Be is fogok állni a géped a faszba.
akkor gyerekek, itt jelentem be majd, lehet, hogy telefonnal felveszem, most inkább kirakom, mert úgy lehet, hogy lehet többen látják majd, hogy live-ozásnak ezennel vége, ennyi volt. Tehát így nem, na hát mi? Hát ennek semmi értelme nincs, hogy 5 percenként, 10 percenként izé szép megy, vagy leszakad vége, tehát most például már a segédmonitorok el se indultak, csak a nagy monitor megy. Az szerintem videókártya lesz, haver. Hát az adja ki a izét. Nekem a segédek azok a alaplapira van rákötve. Mindegyik. De miért nem a videókártyára? Mert azt úgy nem terhelem, azon csak a izé van. Egyébként így az alaplapot terheled. Kivettem a izét is, a Avermédiát is, mert nem tudtam, hogy nem-e az hülyéskedik valamit. De nem. Tehát tegnap olyan, mondom, hogy tegnap atomokra szedtem az egész történetet. Kísérletezgettem izé, nem volt jó. Már utána olyan szinten nem volt jó, hogy a Windows el se indult. Tehát már utána AMG-nek izé küldtem képet, hogy nézzed már, hát így ez. Tehát totálisan beokádott az egész szarság, látott-e már ilyet valaha, nem volt jó, úgyhogy ma gyönyörűen egyébként felment rám minden, hiba nélkül, minden nélkül, lement, ahogy hívják, a Ausztrália, és utána, mint aki ketté vágtak, bebolondult, behűlt kész vége. Hogy ennyi. Úgyhogy tényleg sajnálom, de így nem lesz live kolás. Hát ezzel legyen kész a gép. Csak most itt a nagy kérdés, hogy vajon mi a franc? Mi lehet a hiba? Már írták, hogy behányt az alaplap. Már mondtátok a RAM-ot, már mondtátok a videókártyát, meg mondtátok a mindent, a vinyót. Hogy ezzel most majd mit fogok kezdeni? Fogalmam sincs. Már most nekem sincs nagyon, hogy mi a fasz lehet az. Most mondom, még elbírtam olvasni nektek, hogy a videókártya... Mi a kernel, gíkja? Izé, driver... Tehát itt alul tudod a GeForce szarság írta, hogy leállt, majd helyreállt. Leállt, helyreállt. Elkezdett villogni az egész kócerány, nem állt meg, aztán bedöblött viszont az egész, és akkor lettem connection lost. De ezek szerint a lefagyást azt a videókártya okozza. A kék halált azt a RAM csinálja, de most az nem volt ugye. Istenem, Gec. Hát ez hihetetlen. Hűtés probléma van, vagy proci hűtés, vagy végé a hűtés. A végé az jéghideg, megy mind a három ventilátor rajta, nem is csörög, nem zörög, szépen takarítva van mindig, tehát az nem tudom. Egyébként az izé ki van rakva most már, ugye Win 7 van ez a, tudod, ez a CPU méter, meg VGA a méter, és valami 60 fokos a videókártya. Szerintem az még azt hiszem talán optimális, nem? Tehát az nem... Az nem gázos. 60 az fok. Nem, ugye? A 60 fok az nem rossz. A Roli nálad megy még a live, mi? Megy a... Most lemegyitek a Q3-ot, ugye? Uh-huh. Igen. Hát nem tudom. Én már bezártam, tehát le is zártam. Egyek így vissza. Jól van, gyerekek, én nem is kínlódok vele. Én lépek, nincs kedvem vele foglalkozni. Hát megyek alszok. Tudom.
lehet neki még ártani vagy csinálni, úgyhogy nem. Nem, akkor tényleg december 31-e óta ez a gép, ez úgy jött át ebbe az évbe, hogy ez szar volt. Mikor adtuk bele a negyedik vinyót? Októberbe. Nem. Várjál? Dece. November végén. Takarodj már! Több mint egy hónapja benne van. Hát ez mi, Roli? Mi van? Harmadik lettem? 8 tizedet kaptam, geci. 8 tizedet kaptál? Igen. Játék, bazna. Én 7-et kaptam. Úgy, hogy az utolsó időm 1.36.4. 35-6-ot ment Rosberg. De retire-öztetek? Nem. Átléptem a izét, és kiírta, hogy harmadik vagyok. De mellettem nem volt senki. Se előttem, se utánam nem volt senki. Leó meg a tizedik. Hát így van, mi nem értem. Figyelj csak... Undorító ez, fos, geci. Te nagyon szeretted volna ezeket az Assassin's Creed-eket, ugye? Igen. Hát most egy olyan Humble Bumble van, elküldtem közben a linket. Igen. Befosol. Hát most az összeset üzélik. Hát ha $15 fizetsz, megkapod a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Assassin's Creed kapsz. Ennek a fele megvan. Plusz még a Indiát, a Kínát. Fele megvan. Jó. Nekem az utolsó két. Megtaláltam ezért a... Na, akkor bútoljon újra a kis agyad, és akkor kezd előről. Nagyon aranyos egy ilyen megbúrítva. Tehát... Becigiztem, azért nem bírtam úgy beszélni. Ó, szakad az eső, tehát... Na szóval megtaláltam az elektromos cigit, és most... Ez valószínű, hogy el fog állni, mert csak az első felhőben van ilyen kis csepp. Így van. Végig internet ír, de hát majd látjuk, hogy ez hogy alakul. Úgy bizony. Ó, végig Inter, ez az. Jó van, gyerekek, hát ez egy szép, csodálatos nap lesz a összecsukásra. Jól van. Sainz már pörgeti itt a kereket. Sainz jól lemaradt. Bejöttem Bottas mögé inkább. Takad az eső, és derékig áll a víz. Jó estét kívánunk. Így van. Bár az ugyan lucsog a pálya, igen, és derékig áll a víz. Jó napot kívánok. Az ez szép melyik volt. Nagy díjon volt? Ez Belgium 98, így kezdődik. Hát Laci, így köszön be. Hát nem tudom, hogy itt mekkora gumimelegítést tudunk végre hajtani. Minden esetre én már a 8. helyen vagyok a 10-ből. Mert... Többiek egy olyas fajta tempót mennek, hogy ez nem nekem való. Nekem 70 fokos a két első gumi és 65 a két hátsó. Na, nekem 62 az eleje és 57 a hátulja. Nekem 59 a hátulja és 62 az eleje. Na hát, kicsit megrángatom akkor. Na, ez most már így csak jó lesz tán. Mit kapott most a kormány, te? Hopp! Roli megelőzte Hamiltont. Kell egy kicsit melegíteni a gumit, hát mellette nem lehet bazni. Te
úgy hiszem, hogy itt a résztelne van. Jaj, várjál, neki megyek itt valaminek a végén. Hát fűrészeltem itt a hátsó hosszú egyenesbe egy jót, 70 fokosra sikerült felhevítenem az első gumikat, úgyhogy... Nekem azzal nincsen problémám, én nekem a sima kanyarbevételnél is felmegy 70-re, úgyhogy... Ja? Nekem nem kell, hogy rángatni az autót, hogy... Na gyerekek, közben egyébként, ha nem laggol a Steam, a stream, az azért van, mert mondom most besegít az integrált videokártya. Ez az, ami nem volt beállítva az előző live-nál, és most közben ezt beakcióztam. De ez és hogy egyébként... van az OBS-en belül? Van egy menüpont, amit bepipálsz és annyi? Így van. Beszarás. A Roli hátrafele kapar. Hallom a hangját. Tőgázon hátrafele kapom. Így van. Tolhatok. Ja nem, mellettem ugyanezt csinálja a Kviat is. A Kviat? Én meg egy kicsit baloldalra állok. Na már most jó. Na gyerekek, gyulladnak a piros lámpák. Bazd meg, de jó rajtoltak a többiek is. Kicsit Fettel, nem? Nem értem, nagyon rosszul rajtolt. Nem értem, hogy úristen, nem értem, borzasztót rajtolt. Jaj, én valami annyit láttam, hogy az egyik Williams érkezik nagy sebességgel a visszapillantóm. Sárga lett az árnya. Hopp. Ricardo. Kanyarodj, nem tudok. Miért jöztek? Perez. Kurva! Majdnem telibe vertelek a féktávon. Óvatosan esik az eső. Látom. Tudod, érzem. A biciklire is rá van írva, hogy csúszós esős időben a fékút meghosszabbodik. Ügyes vagy, tesó. Ti egy kupacba mentek Hamiltonnal? Igen, mellettem jön. Jézus Isten, már nem láttam, van. Nem, nem mellett, láttam, csak nem. Egy pontot. Mellettem jött végig. Én sem hittem, hogy valamelyik őtök izé. Szar volt a kigyorsításom a NASCAR kanyar után. Igen, az nem az igazi. Jaj, de kár azért a sárga szárnyér. 2 perces kör kereke, Jézusom. Hát ez egy jó belgás esős kör. Így van. Nekem 2:06.5. És Sumár versenynek nincs is vége közben, tehát ezt azért hozzátesszük. Kanyarodjál már ezen a szaron! A csontra kifordított kormánnyal csúszok hallod. Slide-ol? Slide-olva, ja. Mindjárt megyek az új nyomvonalon itt, ha nem lesz jó. Az gyönyörű. Beszartam, amikor az egyik merci keresztben volt előtte. Hát akkor én, amikor félig keresztben volt a kormányom, és úgy jöttem vissza. Visszajöttem az első helyre. Szerintem te drifteltél ott végig. Biztos, hogy drifteltem. Ezt külső szemmel majd szerintem megnézem. Ilyenkor kéne kuplunk, meg kézifék, és külső akkor tudnám korrigálni. Te ne nézzél semmit, mert ha te kiveszed a szemgolyódat, az kívülről nézed meg, az nem lesz. Vedőrriport. Ú, tényleg, vedőrriport. Mondjad, minutes. Man! Na. 5 minutes. 5 perc múlva eláll? Aha. Nagyon jó. Ú, bazd meg, az 2 kör. Vagy 2,5, vagy 3. Hát 3. Aha, 3. Jövünk is befele utána.
Jössz rá fele Hamiltonra rendesen? Aha. Alakulunk. 9 és 15. kör környékén kell kijönnünk. Hamarabb kifogunk. Ezek szárazon minket agyon fognak verni, nem? Meg fognak enni. Dehogy fognak. Ne legyetek már ilyenek. Mi fogjuk őket. Hát látom, már ott vagy Hamilton mögött. Én teljes mértékben rátapottam, 1,5 másodpercre vagyok. A Rosberg hanyadik helyre esett vissza? Nem tudom, de nincs itt, mert mögöttem meg Perez van. Hát az ott kapott, tehát az ott szerintem el kellett engedni gyakorlatilag a félmezőnyt. Ha csak nem az egészet. Mert ott ugye keresztbe állt az első kanyarba, tehát... Nem az elsőben, on... harmadik. Hát a csiga, a csiga közepén, nem? A csiga végén. Úgy szerintem ott mindenki elment. Bár mondjuk egy jó nagy tömeg van ott mögöttem, vagy valaki nagyon feltartja őket, vagy ott nagyon egy tempót jönnek. Ha az első kanyarba áll keresztbe, úgy tetibe verem mind a kettőjüket, hogy ott vége mindenkinek. Öröm lett volna nézni, mi? Mert én ott olyan tempóval estem be. Állj már meg! Állj meg, te disznó! Az meg, hát kicsúszok a világból. Leo, emlékszel még a 2009-es kínai nagydíj szabad edzésére, mikor a hosszú egyenes végén Buemi-nek egyszerre leszakadt a két első kereke? Igen, az ment Atya egyenesen Isten. Tovább. Az egyen meg még kormányzott is, csak nem láttam sok értelmét, de szerintem már reflexből nyomta a kormány csak. Az mi kemény volt már? Még a híradóban is benne volt utána benne este. Volt? Egyszerre szakadt ki a két első futómű. Úristen! Csak így a hátsó kerék hajtotta, meg kormányozhatatlanul ment előre, mint a... Mit és a két első kerék meg repült előre. Hát... Hát azok voltak a szép idők. Az nagyon kemény volt. Louis? Na. Az volt a szerencséje, hogy már fékezett, mikor megtörtént. Igen, a baj. Megkezdődött. Gondolj már, a fék. A fékezés nélkül történik ez. Megelőzi a hátsó kereket. Hát lehet. Ez a fiú, ez a Louis nevezetű, ez nem nagyon makacs, mögöttem. Világosodást vélek felfedezni az égbolton. Én is. Ez még csak nagyon pici. Némi nem bőre... Ajaj, Hamilton. Ó, nincs adatunk. Nem, köszi. Ügyes vagy, tesó. Minek ülsz ott akkor? Hát, Gálnói mit szopkodja. Pont. Na. Nekem, ha bejövök megint harmadiknak, nekem az tökéletesen jó lenne. Három harmadik hely idén. Elállt az első komák? El. Szerintem két-három kör is jövünk be. Az szép lesz. Na azt nézéjem. Köszönöm szépen a donétet. Nagyon aranyos tőled, hogy rágjam meg a füledet. Így van, nagyon-nagyon aranyos volt egy ember. Mind a kettőnknek küldött. Na.
Hát, erre a Red Bullra ugyanazt tudom mondani, mint a Taxi 2-ben, mikor a TGV, vagy a Taxi 3-ban, mikor a TGV-re mondja, hogy jó a kanyarokba, csak az egyenesbe lomha, valami ilyesmit mondom. A TGV, ha? Aha, ugyanazt tudom mondani a Red Bullra. Kanyarokban jó, de ezért egyenesben lomha egy kicsit. Igen, ugyanez a Red Bull is. Tényleg? Azt mondod? Mix 2? Jó. Na! Kedves kis AMG barátunk. Valamelyikőtöknek sérült-e esetleg az autója valamilyen kis kavalkád miatt? Nem, semmi. Semmi. Lassan, de szárod. Igen. Már most érzem. Még ezek a cseppek, ha eltűnnének innen a... kameráról, az még jó lenne. Na nézzük! Bazd meg, folyamatosan egyforma időnk azért vagy mögöttem. Az előbb is ennyit írt ki. Még lehet nem frissítette. Grosan. Hát nem tudom, Laci, hogy hol találkozhatunk. Két másodperc, jó, de fiú! Nekem 2,1 le. Micsoda? Box. Box kiállás. Jó, nekem 1,92 volt.
Te is médium, AMG? Na, hát nekem kötelező. Jó, neked kötelező, igen. Én fel sem rakhatok más gumit. Nekem nem is engedik. Nem is engedik? Nem. Direkt el is viszik az összeset a garázsból, csak ezt hagyják be. Semmiféleképpen nehogy már valami mást rakjanak fel. Vagy úgy járjak, mint Ricardo Monacóba, hogy semmit ne rakjanak fel. Így van. Na hát ez fasz a kis autókázás lesz így. Én teljes mértékű esélytelenséggel vagyok veletek szemben ezzel a Williams-el, azt ugye tudjátok. Ezért kéne helyet cserélned Rolival. Vagy bemenni mellé. Az is lehet. Vagy mivel úgyis Bottas vagy Williams-es, megyek a Mercibe. Úgy látom, Leo, neked elérték az üzemi hőmérsékletet a gumit. Igen. De most már nekem is, mert lila az első szektor. Igen, hát ettől féltem én is, igen. Mondjuk én egy körre hamarabb voltam benn, mint ti. Meg ráadásul nem csináltattam meg a szárnyat. Ja. Az szép. Nem, hát akkor sokat bukott volna. Mennyire van mögöttek Hamilton? Olyan... másfél. Baszni. De ő softon van. Bazd meg körről körre, de sokat javul a pálya, ti jó isten. Több mint 3 másodperccel jobb ez a körön, mint az előző. Az meg 6-tal jobb, mint az előző körön. Az meg 7-tel. Mondjam még. Vágjátok, hogy körről körre ilyen másodperceket lehet hozni? Na. Jó pálya. Tetszik. Úristen. Hát milyen körök lesznek itt mindjárt? 40-es? 42-es? 42-es, igen. És így számoltam. Ah, ma ott van 41.
Nekem 43 lett. 43-0. Azt írja a kompjúter, hogy Ricardo 32,6 másodpercre van mögöttem. Én vagyok mögötted, te drága. De úgy értem, akkor tőlem 32 másodpercre van. Ja. Az lehet, mert én most egy nem gyenge kettest kaptam tőled. 2 másodpercet. Hát ez igen. Hogy megy a stream, Leo? Azzal nincsen semmi probléma. És mivel van? Hamiltonnal. Megérkezett? Összefonódott a lelkünk. Az hagyja, hogy megérkezett. El is ment. Ja, most már látom. Olyan szépen ledolgozta azt a kis hátrányát, csutyomba is. Úgy gondolta, hogy... Hátról én át fogok ülni hozzád. Ide gyere az ölembe. Mert ez a William szerintem... Van, én nyomom a gázt, te meg kormányzok. Ez csak az ötödik vagy hatodik legerősebb. Hát azt mondta, hogy hozzám ül, hát. Átülök hozzád. Nem beléd, csak hozzád. Hát ez olyan gyenge, gyerekek, hát ez a 2 másodperceket kapok tőletek. Nekem kereken 3 másodperccel rosszabb a köridőm Rolijénál. 3-mal. Hát ez borzasztó halljátok. Oké. Okay. Én felőlem beülhetsz. Mögém is beülhetsz, tudod, ilyen másodpilótának, mint a repülőgépekben. Mondom, hogy mi erre kell menni. 42-2-2-81. Hát mi ez, gyerekek? Azt mondják itt cseten, félig kiolvastam. Az utolsó kanyát egy kicsit jobban levághatod, mert nem csipkedem meg az oldalát. Most úgy levágtam, hogy egyből volt corner cuttingot kaptam, geci. Ja, az élet a leggyorsabb kör? Bazd meg. Hanyadik körbe jöttünk be a boxba, Roli? Tudja a köttököm. Ó, ne idegesíts már te, hogy nem tudod. 98! Nem vagyok benne biztos. Most járunk a 13-ban, ne véskedjetek már. Ott körül jöttünk be. De már 34%-os a lágyam, geci. Nekem 45 a médium, úgyhogy... Nekem azt a rohadt, Leo, nekem 47 a médium. Na, hát már. Nincs itt probléma. Nagy. Legalábbis.
Még a Ferinél se járunk egyébként, úgyhogy majd most járunk a Ferinél. De most járunk a Ferinél. Na nézzük azt a levágás. Corner, az szép volt. Nézzük, javul-e a köridő. Javul, hát. Gyerekek. De még mindig 42-es köridő van, tehát... Tudod, hogy ez a kocsi még megy ezzel a gumiszettel. Tárnyam is szar, mert sárga. Minden egybe van. Egyelőre ötletem sincs, hogy milyen gumit rakjak fel. Durex-et. Durex-et. Berakok egy télit. Szögeset, azt azzal megyek. Hogy kapok be a betonalket? Szétmarnád az egészet. Hát. Na, mi ez a lag? Rotyogóval kéne menni. Átülök a McLarenbe, inkább lehet az lesz. Megyek olyan időt, hogy behugyoztok. Tavasz vatkan. Na, végül is olvastam én a Martini Harry után. Igen? Meg egyik haverom is mondta, hogy Angliából behozott amerikai vaddisznó puska volt. Aha. De vaddisznó ölő puska. Aha. Hát csak azért locsantott az ember fejt vele. Én csak annyit olvastam róla, hogy az 1800-as évek végén gyártották Nagy-Britanniába. Igen, de Amerikába vitték be. Aha. Tehát Amerikában semmi másra, csak vadászpuskára használták. Azért aha. Mondom, mert olyan hangja van... Én még azt is tudom, mikor gyártották. 1848. október 23-án. Isten, de beteg. Igen, olyan Sajó hangja kápolda. Van, mint egy ágyúnak amúgy. Ó, te jó Istenem, nem bírom tovább. Mi történik? Hát 63%-os már ez a szutyok. Az teljesen nagyon nagyszerű gumi. Nekem 60%-os nekem is, úgyhogy ne aggódjál rajta. Mire végigérek az egyenesen. De a hátsó csak 37, tehát le kéne cserélni a hátsó meg előtt. Nem tudom, hogy itt első kerékhajtással megyünk, azt azért ilyen vagy? Nem, nagyon alá van fordítva a kormány mind a kettőnknek. Figyelj, kijöttem a csigából, és 2%-os a bal első. Szerinted? Azt a kurva élet. Milyen szép idő lett, nézd már, hogy süt a nap. Igen, mindjárt megállok napozni. Meg kamerákat vizélni. Mint Alonso? Igen. Kövekkel focizni. E
1.89-es kerékcsere. Értem. Jó, durvák, vagy durvák a Ferrari-nál azért. Na nézzük. Á, igen, ez az. Nem tudok felrakni médiumot, mert nincs. Csak lágyat vagy szuperlágyat tudok. Ez az. Jó. Én is ezt mondom, már 11%-os a gumim, használtat tettek fel a csicskák. Ah, nekem nem is engedte kiválasztani. Jó, van az. 8,2-es. Jó van, szárnyat is cseréltünk. Ó, baszki. Miért nem állítottad be, ne cseréljen? Mert most le akartam, mert borzasztó volt ez a, az a hatalmas időveszteség, amit körönként okozott. Ez elképesztő volt. Mm. Ha, én is kijöttem, lágy, 1%-os már bevettem a csigeret, oké. Okay. Én nem tudom, hogy ez a pálya miért teszi ennyire. A valóságban nem ette ennyire, én úgy emlékszem. De azt a kurva már 14%-os egy kör alatt, geci. Jézus Isten. Az enyém 14 két kör alatt. Jézus Isten. Még egy párszor kijövünk a kogumér, jó? Na, még egyszer biztos. Akálas barátom mit keres az ötödik helyen? Hogy lopózta ide fel magát? Nézd, csak AMG beindult, már 39, már 40 alatt vagyunk. Már nagyon patika állapotban van a pálya. Lehet nyomni rajta. Teljesen felszáll. Úristen. Na akkor engedj már ne, büdös csicska! Melyik bolond? Hát Ericsson, majdnem kilökött, bazd meg. Roli, tudod, a hosszú egyenesben meg kellett volna válni, gurulhattál is volna nyugodtan mögötte, idő lett volna rá, tudod? Pont az beszél, aki neki baszta az utolsó körbe, geci, a Honda. Na pontosan ezért mondom, mert te mondtad ezeket a mondatokat. Jaj. Hát csak én nem basztam neki. De akár oda basztattad volna. De akár oda. Így van, akár Terminálra is basztad. Terminálra is basztattad volna, tudod? Mennyivel jobb, hogy van első szárnyam. A verseny hevébe úgyse tudsz mindig jól dönteni, basz. Van első szárnyom. De jó. Mennyit javítottál most? Eddig 2 másodpercet, még a másik szektornál járok. Ja, hogy egy kör alatt 16%-os lett a gumi. Hát ez... Elékes. Nekem kérlek szépen 26-nál jár most. Gratulációt igénylő megmozdulás. De örülnék neki egy kicsit, csak ennyit kellett volna lelassítani te. Csak ennyit. 39.653-at sikerült jönni egyből. Baszki. Egy tizedre tőlem. Vettel megy előttünk. Jó van. Vettel, vagyis ez az utolsó versenye a Ferrari-ban? Ez az utolsó versenye, mert hőbörgött állandóan. És megmondták, hogy figyelj, ugyanazt csináljuk veled, mint Alain Prosttal,
kibaszunk a rágba, mert mi az, hogy szírod a csapatot meg a kocsit, úgyhogy... Nem mondod, hogy Prostnak volt ilyen. De, volt ilyen, igen. Ülj már le, nem is emlékszem ilyenre. Mikor ment a Ferrarihoz? A 90-be. 90-be? 91-be. Mit? De melyik csapatnál voltak akkor? Williamsnél? Vagy hol voltak? Ne, Prost a Ferrarinál volt. De nem. A McLarentől rúgták ki, nem? Nem, a Ferrari. A Ferraritól? Aha. Nem mente végig az évadot. Azt a rohadt. Nem is emlékszem rá. Ezt kirúgták, mert ócsárolta a csapatot, meg ilyen kocsit? Aha, jajaja, még a Senna filmben is benne van. Most így hirtelen nem ugrott be a dolog. Nagyon aranyos vagy, pedig benne van. De jól tették, hogy kibaszták, amúgy. Mondjuk ennyi erővel Grosjeant is ki lehetett volna rúgni ebben. Réges-régen. Jó, csak a Haas elismeri, hogy szart csinált, a Ferrari nem ismeri el, hogy szart csinált, érted? Ráadásul még akkor élt Enzo Ferrari is, érted? Igen, hát az mondta ott rá. Akkoriban nem volt olyan, hogy jaj, szar a Ferrari, ott nincs olyan szar a Ferrari. Azt csak Lauda mondhattad. Így van, csak Lauda mondhatta. Képes volt azt is eltűrni, hogy 82-ben megölték egymást a pilótái, bassz meg. Gilles Villeneuve is meghalt, Didier Pironi meg leszakott a két lába. Bassz meg. De a kocsi jó volt, ez a lényeg. És így nyerte meg Keke Rosberg a VB-t, hozzáteszem. Egy újabb behúzott potyai VB. A Rosbergek potya VB-je. Még azt is eltűrték, hogy megöljék egymást a pilótái. Gyerekek, 34%-os a gumim, hát... Nemrég voltam, 3 körrel ezelőtt voltam boxban. Most szerintem jönni kell megint. Leszabályzott a 8-as. 362-vel jöttem átul az egyenesbe. DRS-ed volt? Igen. 362-nél mondta a kocsi, hogy kifekszik a hajtókar. Látod, az Mercedes motor. Hát... Az enyém biztos nem menne annyit. Úristen, hát jó, hogy leggyorsabb körlet. Hát na, nem még, volt kérdés. Még mindig át akarsz ülni a Ferrari-ba? Még mindig, mert akkor most 1.38-1 lett volna. Na már csak Hamilton barátom van hátra, de hát ő nagyon-nagyon oda van. Mert eddig kiket kellett megelőzni? Sok mindenki? Fettelt, meg ki volt előtte? Alonso. Még volt valaki. Ja, Alonso, igen, tényleg, szakállas barátom. Az AI az végigjön a médiumon? Nem? Lehetetlen. Szerintem, hát a fasz tudja, lehet végig megy. Mert ha ki kéne jönnie, most jön neki. Nézd meg! Na végre! Zahár János! Bazdmeg, nem fogom végigbírni. 51%-os. Hát, ez lehetetlenség. Hát nézd már meg hány kör van, még 6. Hát összesen annyit bír ki a gumi. De a kompjúterben már nem írna kivét. Több kiállást, érted? Hát, nagyon aranyosak, hát akkor üljenek be ők, hát. Tizenegyre van Hamilton. Hát, az nekem már nem. Nem lesz meg a harmadik helyem harmadjára.
ha csak Hamilton olyan brutálisan be nem lassul, hogy röhögve lehessen előzni, de nem hiszem. A stratégia lenne, öcskös. 27. körben jöjjek be. Az most jó lenne. Egy körrel a vége előtt. Gratuláció. Lehet ennyire ostoba. Így. Neked van időt tapsolni. Hátsó egyenesben még le is feküdhetnék. Nem is hát itt hallod, rárakom a telefonom a gázpedáról, elmegyek pisilni, meg visszajövök. Ugye ebben az évadban a leghosszabb egyenes már a bakui pályán volt. Vagy igen. Még mindig a kínai meg a barcelonai egyenes a leghosszabb? Nem. Már a bakui, igaz? Melyik a leghosszabb egyenes most? Biztos, hogy a bakui. Bakui? Biztos. A belga se semmi, de szerintem a bakui hosszabb. A belga az lófalt, az semmi. Hát eddig a kínai, meg a spanyol volt a leghosszabb. Nem hiszem el, baznak, hogy 5 kör alatt megette a gumit. Hát nekem, én bejövök, gyerekek. Ez vicc. Én most jövök be. Hát 60%-os a gumim. Hát miről beszélünk? Nekem 63. Ja, már most nekem is annyi. Hát bejöttem 2 kanyar, bocs. Úristen. Komolyan. Na! Mi a fasz? Mit csináltatok, csicskák? Szerintem bent volt Fettel, nem? Nem volt bent senki. Nem, itt van mögöttem. Nem, te jöttél be, előttem, azt nem engedett ki. Na, azért megint egy gratulációt igénylő mozdulatsor lehetett akkor. Ó, basz meg! Hát ez kurva jó. Mi van? 20%-os szuperlágyakat kaptam. Gyönyörű! A Q3-ról. Én meg, hogy bejöttem a boxba, kaptam egy 3 másodperces büntetést. Miért? Mert bejöttem a boxba. Nem vágtál le valami kanyart? Nem, hát egyenesen jöttem. Ericssont már 151-ére körözzük lefele? Igen. Ez mindig visszaszenvedi magát? Elétek egyébként? Nem tudom, mit csinál. Mert akkor mindenféleképpen megsüvegelendő teljesítményét. Legalább 22-dik? Igen, de szeret a középpontban lenni. Értem. Ilyen társasági ember, tudod. Fantasztikusan tehetséges pilóta. Így van. Már a 3. évét tapossa. Jobban mondva, már azt hiszem a 4. lesz. Szerzett pontok nélkül, ha jól emlékszem. Nem, 15-be szerzett pontot. Igen? Igen, akkor a Sauber jól kezdett nagyon Ausztrálián. Jó, tényleg, akkor az első versenye Názor az 5. lett talán. Meg azt hiszem, hogy Ericsson is bejött. Hát 11-en fejezték be. Igen. Azt a futamot. Hát az volt az, hogy a rajt előtt már kiestek vagy 3-an. Így van, így van. Tehát a rajtrácson 10 körön. Igaz? Meg Fandon. Hogy nem, Magnussen volt, mert Alonso helyettesítette. Magnussen az első indult, felvezetőkör hello volt. Button 11. lett, a szarrá rotyogtatós Hondával. Tudom, mert most néztem meg a 15-ös futamot, az első. Az borzasztó volt. Az nagyon gyönyörű volt akkor. Ezt tudod, mire emlékeztetek, mikor a 90-es években sok kis csapat volt, és akkor el se tudtak indulni, mert nem volt jaj. Alkatrész vagy ilyenek. Így van. Ezekre emlékeztet. De ez nem szégyen. Vagy az? Nem tudod, mi a szégyen? Az, hogy 41 másodpercre vagyok az elsőtől. Az szégyen. Szerintem ezzel ne problémázzál, mert ennyit tud ez a csicska Williams.
Figyelj már, ahhoz, hogy neked szuperlágyból használtat raktak fel, akkor te most mit kapsz? 44%-ot kapok, kérlek szépen. Hát ezzel te nem fogod tudni befejezni. Dehogy nem. Úristen, majd meg. Egy boss kiállás nyíra van tőlem Hamilton. Ja, hát akkor meg kijössz még egyszer, az jó van. Dehogy jövök ki. Ja nem, 7 másodpercre van Hamilton, bocsánat. De szerintem ő ki fog jönni, vagy nem már? Á, ő már nem. Végig jönnek? Ő már végig megy, médiumos? Már izé van, stratégiát ajánlanak fel. Azért mondom, hogy neked el fog durranni a gumit. Nagyon aranyosan hümmöksz most a 25. körbe, és majd egyszer felkiált a kis hangod. Volt már rá példa, hogy AMG, nem kéne egy defekt? Áh, nem is, abba pillanod be egy 3 másodpercet. Defekt, egyen meg így, mondjuk, defekt. Az bárkrendben volt. Te emlékszel arra? Az bárkrendben volt. Így van, egy futammal ezelőtt. Bocsánat. Jó van. Akarodj már! Nem! Kibaszott Renault-val az meg. Na mi van már, melyik Renault-val van már baj? Magnussen. Hát ki más? Kilökted a rákba. Hát egy kicsit teletessékeltem, mert felidegelt. Micsoda, ki fog fogyni az üzemanyag? Jó van. Kösz. Nem újabb érdekes. Újabb fantasztikus hír. Nem elég, hogy nincs alatt a gumi, míg benzin se lesz benne, akkor azt még tolni se tudja, mert defektes kocsit nehéz tolni. Ezt a két körben kibírja. Úristen. Hát a utolsó körben tragd össze a kezedet, azt imádkozzál szerintem, kulcsra tett ujjakkal. Pár János már megint itt van. Hatvankét százalék a csiga után. Úristen! Azt a kúr, és még két kört menjen vele, érted? Na Hári, mit csinálsz? Mondd el nekem őszintén, hogy mit akarsz csinálni, Hári. Elhárítja a támadást. Jó, van. De azért itt van a picsámba, geci. Azt nem értem, hogy miért nem jössz be egy gumivér, mikor úgyis izén kívül van. Nem, Hamilton itt van mögöttem 6 másodpercre. Ja, 6 másodpercre van, akkor jó. Azt hittem 36-ra van, vagy valami. Nem, én azt hittem, hogy még az AI ki fog jönni, érted? 70% az utolsó körben. Azt a kurva bazdmeg. Tedd össze a kezed akkor. Az bármelyik pillanatban. Mondom mindjárt a csiga után mennyi lesz. 75. Mondom. Azt mire körbeérsz, meg lesz a 82-85. Biztos, hogy meg lesz. Már 75. Jézusom! Most élem utol ezt az indonéz fiatalember. 78. Jézus, geci, hogy megy fel? Úristen, hagyjál már! 80-nál tuti eldúrom, baszki. Ezt úgy begurítom, mint a vihar. Nagyon aranyos vagy, amikor ilyen optimistán állsz a dolgokhoz. 81.
És most értem a hátsó egyenesbe. Jézusom! Amúgy, ha frisset raknak fel, simán végig bírta volna. Megjelent a felkiáltó jel, 82. Nagyon aranyos vagy, hogy izgulsz. Veled izgul, az egész világ veled izgul most egyébként. De a kék csík most még befele vinne a boxba, érted? Hát hogy ne vinne be? Fejezd be ott a versenyt, érted? Jó van, megvan. GG. És ki bírta a gumit? Persze, hát mondtam, hogy ízi lesz. Egyem, meg ízi lesz a fegyén. Hát majdnem beízisztett magad, hallod? Jaj, baszd meg. Nekem sajnos nem lesz meg az ötödik helyem, mivel van egy 3 másodperces bűntim. És mivel Daniel Ricciardo nem 3-ra van mögötten, hanem szerintem olyan másfélre. Aha, 6. 6. leszek. Ja. Jó. Az én csetemen semmi más nincs kiírva, csak az, hogy üzenet törölve. Úristen. Meg azt, hogy 300 másodpercre letiltottak embereket. Az a Zeus, basszatok oda nekik. Na. Lőriz Dániel írja, hogy Bakrányban neki 91%-os volt a gumia. Jól van. Látom, ti szépen elautókáztatok. Én meg egy teljesen más GT2-es futamot nyomtam. Míg te a Le Mans-i verzióval mentetek. Nézzünk egy kis izét. Ray Director? Hm? Úristen, az első kör. Hoppá, nézd csak Leo nevét, hányszor van? Pábbi, miről beszéltek? Corner cutting. Ti miről beszéltek? Pályaelhagyás. Az akkor van, amikor elkezdtétek mondani azt, hogy le lehet csípni az utolsó kanyart. Jó van, fiam, oké. Okay. 3-szor lecsíptem, meg is volt a multiple warnings. Illetve nem, az már más volt a 23-ban. Ez mi az exceeded track limits? Az éles, széles volt, lecsúsztam az évről már. Annyira kopott volt a gumi, hogy lecsúsztam az év. Látod, úgyhogy ez ilyen. Roli kilökte Rosberget, még utána én is neki mentem, utána te mentél neki Hamiltonnak. Annyira lelassított mindenkit. Hát hogyne? Hát gyerekek, na, ennyi. Nem akkor kell szenvednem most már. Megyek melléd. Jó van, drágám. Van 38 mellé. Pontom. Jövök. Hamilton vezet. Azt 51 pontja van. A kurva anyját. 51 pontja van. Konstruktőrben elhagyom a fantasztikus 4. rajthelyet ér, és átölök az elsőbe. Viszem a pontjaimat is, úgyhogy jó lesz. Téged személyesen kerestek, hogy le akarnak igazolni a Ferrari-ba. Így van, tehát ez olyan meghívó miatt, hogy hihetetlen. De mondtam, hogy vaciálok a Renault meg a Ferrari között, mind a kettő gyári. Úristen. Ráadásul a Renault az hamarabb nyert VB-t most itt, mostanában, mert ugye nyert 10-be, 11-be, 12-be, 13-ba, aztán lehet a Renaulthoz kéne menni. Úristen, Leo. De aztán meggyőztek, hogy hagyjad már, nem is szereted a Martinit sem, utálod, mert a nőital, meg minden, igazatok van, jó van. Úristen, Leo. Viszont mondták, hogy a gépedre feltétlenül fel kell rakni a Kaspersky nevű vírusírtót, anélkül fel se veszünk. Tehát ennyi kompromisszumot kötöttem velük, úgyhogy. Na akkor nyisd ki a lakatos Nintendo-t, azt már itt se vagyok, elköszönök Franktől. Menjél, akkor ugolj be hozzá egy kicsit. Várjál, még gondol. Szia Frank, szia, nem kell felállni. Szia. Okay. Jó, szia. Ez jól genyó van. Dolog okay. Volt. Ja, igaz. Ez szemétség volt élni. Meg na. Fettelt kell még? Igen. Fettel bátyánkhoz beülünk. Hey, Dávid! És akkor én meg hozzáadom Masszát? Aha. Visszatér a nagy visszatérő, a na soha véget nem érő karrieres. Itt is visszatér, így van.
Muszáj volt visszahívni, mert nem lett volna senki, mert izé Bottas mellé, úgyhogy... Igen. Tényleg, mi van olyankor, hogyha úgy akarom elindítani a versenyt, hogy hiányos a rajtrács? Anyával. Nincsen semmi, kilakatolod azt, aki nincs itt, a berakott helyére a veszélyt, rendes pontot. Anyával, reggel az elsővel. Ennyi. Hát már úgy tudok felmenni full innen. Hiányos rajtrácsal elenged az elsőt? De van. Olyan nyolcig. He! Ussolj be! Vedd már le azt a gecis teljest! Képes, egy gomnyomás lenne, az kész. Hát, mikor kezdünk, ne tudjon nyomni, de mikor telefonál, annyi esze nincsen. Na, mit akartál kérdezni, hogy azért, hogyha... Ha hiányos a rajtrács, akkor tovább enged? De hogy hiányos? Például úgy, hogy te most átültél a Williamsbe. Igen. És nekem hozzá kellett adnom masszát a rajtrádhoz. Persze, hogy elenged, de... mert ide annyi ait raksz be, amennyit akarsz. Ha csak 16-ot akarsz, akkor 16 indul el, az kész. Akkor magyarul Bottas egyedül ment volna? Igen. Úristen, Jézusom. Mert ide ugye annyi kocsit raksz be, amit akarsz. Ha ide csak, mit tudom, vagyunk hárman, azt még beraksz három ait, akkor kész. Akkor annyi megy. Kész. Na, jó van. Jó van. Zárjál le nyugodtan, lakatoljál le. Nem kell menteni, igaz? Nem. Csak lakatolj le. Nincs olyan. Nincs. Olyan, hogy kick player. Pöcskös. Nyomjam meg azt. Na, itt vagyok. Menteni nem kell, jó, én kiléptem akkor. Jó, akkor ennyi. Na, jó van. Na, mit basszunk még? Valamit azért csak...